Az élet mindig felülírja a terveinket. Az enyémet is. Az alap elképzelés az volt, hogy erre az időpontra az én kitem már rég le lesz fényezve. Na most ez nem történt meg. November vége, december elején, ugyanis elromlott a fényezőfülke, így az autót nem is tudtam időre oda vinni. Azóta persze már ott van, de vannak azért gondok, amiket nekem segítenem kell megoldani. Például ki kell szedni a hátsó lámpa egységet, mert nem csak egy lámpa, hanem együtt van az összes, meg nem tudják, hogy nyílik a csomagtartó. Attila hívott telefonon és mondta, hogy hát én próbáltam neki szólni, hogy nyílj ki, de nem történt semmi. Így a mai nap reggel melóval kezdődik, oda gyalog, megnézem, hogy ők mit csináltak eddig az autón, és én is ledolgozom a sajátomat. Persze sietünk dolgozni, de azért annyira nem, hogy ne vegyek egy halálos iramban autót, mérges Vin Diesel fejjel. Sziasztok! Azt hallottam, az itt dolgozók nem értenek a beszélő autóhoz. Aj, szegény, hogy nézel ki. Az van, hogy mindkét lámpaburkolatot le kell venni, ha már motorháztetőt meg lökhárítót festünk. Mert ez is le van ütve, itt, meg a másik is. Meg ki kell kapni a hátsó lámpa cuccot azért, mert itt le van pattanva a festék, hogy hát a gittörött le annak idején, és ezt meg akarom csináltatni szépre, hogy ha már itt vagyunk, akkor legyen már ez is szép. Hátsó lámpa egység bepelenkázva és kiszerelve, úgyhogy mehetek előre. Azért kell itt nagyon óvatosnak lenni az ilyen pici csavarokkal és anyákkal, igazából bármilyen méretűvel, mert ha leesik, akkor ide esik. És ez olyan, mint a feneketlen kút. Itt sosem fogsz megtalálni, még egy 22-es anyát sem. Igen, ezt látva nehéz elhinni, de egyszer ebből szép autó lesz ám. Hát legalábbis remélem. Nem remélem, tudom. Ő az a bizonyos fényezőfülke, most már működik, bemenjünk, megnézzük, hogy állnak az elemei. Megyere! Videóvágása közben rájöttem, hogy valamit nagyon elfelejtettem mondani, és biztos, hogy nem mindenki fogja tudni, nem is kell. Nem azért lettek szürkére fújva az alkatrészeim, mert kárt akarnék építeni, hanem azért, mert a cucc, amivel lefújták, a szürke, az egy előkészítő anyag, úgynevezett füller. Ennek az a szerepe, hogy betöltse a nagyon pici réseket, egy egyenletes felületet hozzon létre, ez még fényezés előtt vizes papírral le lesz csiszolva, és utána jön rá a csillivilli fekete. Csak gondoltam, elmondom, mert igazából így kerek a történet, szóval. Mindegy, vissza videóhoz. Mit nem mondjak? Baromi jó lesz! Nem tudjuk elkerülni a komplett hátsó sárvédő fényezést, mert itt is van a hiba, és amit én csináltam, karc, az is itt megvan.
Mivel mindkét sérülés egy azon elemen van, ezért nem is az, hogy egyszerűbb, de végeredmény szempontjából sokkal hatékonyabb és szebb lesz, hogyha a komplett bal hátsó sárvédőt lefestjük. Én akarom, hogy tökéletes legyen. Szia, Pajtikám! Amire legközelebb találkozunk, nekem csoda szép legyél!